Kérem a versenyzőket, álljon. Gyereket a tanulmányokat, megkönnyíti a haladását? Igen, ott van, tehát ahogy jön a két fajó, igen, ott megy a víz. Igen. És aki között vannak, annak van egy ilyen hullámot. Ha mögötted nézed, akkor van ilyen hullámot. Igen. A hullámot. És azt a hullámnál érzed, hogy mikor emeli meg a hajót. Csak vagy. Ismertetem, a 10 óra 50 perckor rajtoló K1 férfi serdülő 500 méteres dő... Ráckevei városi eset. 8. hatos rajtszámmal Csókási Márton, Stihe. Két sertülő 500 méteres számában a negyedik előfutam befutási sorrendjét. Első 8-as rajtszámmal Zsolnai Dominik MTK. Második 9-es rajtszámmal Pozsoki Barnamás Dunafüred. Harmadik 10-es rajtszámmal Sök Csanád Tolna. 4.-2-es rajtszámmal Domanek Rihárd építő, 5. 0-as rajtszámmal Fekete Bence Tolna, 6. 6-os rajtszámmal Kint... Mi az a rék? Roberto az a... 5. helyen van körülbelül. Az előfutam volt, meg nem mondom neked. Parádi Juditot. A K1 női serdülő 500 méteres számát nyerte Menyhát Rita Stihe versenyzője. Második Selmeci Réka BHS-e. Harmadik Nagy Ágnes Stihe. Negyedik, 1000 Alexandra Tolna. Ötödik, Tóth Kata építő. Hatodik, Szabó Monika VVS-i. A versenyzőknek gratulálunk. Hirdetés következik. A 2014. évi Dunaper Kupa kajakkenu verseny K1 női ifjúsági 500 méteres számában. Az Eurosó Kft. Képviseletében felkérem Petőné Parádi Juditot az érmek átadására. A K1 női ifjúsági 500 méteres számát nyerte Fritz Anett Atomerőmű Sport Egyesület. Második Pető Réka Dominika Dunafel Sport Egyesület. Harmadik Csima Laura Kaposvári Vízügyi Sportklub. A versenyzőknek gratulál. Mind a első négyben van, felső helyekkel.
Gyerünk Bence! Sorrendjét. Első négyes rajtszámmal Cvekker Bence épített. Gyerünk Bence! Vered Ákos Tolna. Harmadik ötös rajtszámmal Gyerünk Bence! Negyedik kilences rajtszámmal Puskás Patrik Tolna. Ötödik hetes rajtszámmal Sök Család Tolna. Hatodik hármas rajtszámmal Bosoki Barnabás Dunafüred. 9. 2-es rajtszámmal Bence Barna Atom. 10. 10-es rajtszámmal Libor. Kérem eredményhirdetéshez a C1 férfi női serdülő 500 méteres döntőjének első 6 helyezett versenyzőjét, valamint Szundi Gabriellát. Ünnepélyes eredményhirdetés következik. A 2014. évi Dunaferkupa kajakkenu verseny C1 férfi női serdülő 500 méteres számában. Az érmek átadására az Eurosop Kft. Képviseletében felkérem Petőné Parádi Juditot. A C1 férfi női serdülő 500 méteres számban első helyezett Némedi Konrád Dunafer Ese. Valamint az egyetlen női versenyző Szinti Gabriela, szintén Dunaferese versenyzője. Második Hausmann Donát atomerőműese. Harmadik Kovács Ákos atomerőműese. Negyedik Bucsi Bence Rácalmás Ese. Ötödik Kollár Máté Dunafer Ese. Hatodik Róka Bence atomerőmű Ese. Kérem eredményhirdetéshez a C1 férfi ifjúsági 500 méteres számában az első 3 helyezett versenyzőt. Kérem eredményhirdetéshez Török Aurél, Koleszár Zoltán, valamint Hanol Dávid atomerőmű versenyzőit üljenek eredményhirdetéshez. A C1 férfi ifjúsági 500 méteres számát nyerte Török Aurél Atomerőmű Sportegyesület. Második Koleszár Zoltán atomerőmű sportegyesület. Harmadik Hanol Dávid atomerőmű sportegyesület. A versenyzőknek gratulálunk. Hirdetés következik. A 2014. évi Dunaferkupa kajakkenu verseny K1 férfi felnőtt 500 méteres számában. Az érmek átadására felkérem Pető Zsolt urat, a Dunafer kajakkenu szakosztály vezetőjét. A 2014. évi Dunaferkupa K1 férfi felnőtt 500 méteres számát nyerte Vas Péter Dunafüred.
Második Kassa János BHS-e. Harmadik Cserjes Károly vértese. A versenyzőknek gratulálunk. Kis Balázs Néferese, valamint Tóth Márton, Aton Erőmű Ese versenyzőit, kérem jöjjenek eredményhirdetéshez. Álljatok a dobogó mögé, légy szíves. A 2014. évi Dunafehér Kupa kajakkenu verseny C1 férfi felnőtt 500 méteres döntőjében az érmek átadására felkérem az Eurosop Kft. Képviseletében Petőné Parád Díjuditot. A C1 férfi felnőtt 500 méteres számát nyerte Kis Balázs Dunafehér Sport Egyesület. Második Tóth Márton, Atomerőmű Sport Egyesület. A versenyzőknek gratulálunk. Kérem eredményhirdetéshez a K1 férfi ifi 500 méteres döntőjének első három helyezett versenyzőjét. Horányi Benjamin, Tóth Bencét, Forró Tibor versenyzőket kérem jöjjenek eredményhirdetéshez. Kérem, álljanak a dobogó mögé. A 2014. évi Dunafehér Kupa kajakkenu verseny K1 női felnőtt 500 méteres számában következik eredményhirdetés. Az érmek átadására felkérem Kocsis Böbe olimpiai ezüstérmes kézilabdázónkat. A K1 női felnőtt 500 méteres döntőt nyerte Somogyi Szilvia NTK versenyzője. Második Pető Réka Dominika Dunafehér Sport Egyesület. Harmadik Fritz Anett Atomerőmű Sport Egyesület. A versenyzőknek gratulálunk. 5. 3-as rajtszámmal Zsolnai Dominik MTK. 6. 9-es rajtszámmal Pidler Donát Építők. 7. 8-as rajtszámmal Puskás Patrik Tolna. 8. 10-es rajtszámmal Sök Család Tolna. 9. 2-es rajtszámmal Bene Ákos Építők. 10. 6-os rajtszámmal Veres Ákos Tolna. Az első 6 helyezett versenyzőt kérem jöjjön eredményhirdetéshez. Ünnepélyes eredményhirdetés következik. A 2014. évi Dunafehér Kupa kajakkenu verseny érem átadására felkérem a Dunafehér kajakkenu szakosztály vezetőjét, Pető Zsolt urat. A 2014. évi Dunafehér Kupa MK1 fiú kezdő 500 méteres első döntőjét nyerte Tar Péter Dunafüred.
Második, Lőrinc Mátyás Tolna. Harmadik, Eberhard Richard Dunaferese. Negyedik, Lics Tamás VVS-i. Ötödik, Miklósa Gábor Tolna. Nem ő. Hatodik, Busing Péter Tolna. Nem ő. De nem. Ünnepélyes eredményhirdetés következik. A 2014. évi Dunaferkupa kajakkenő verseny MK1 fiú kezdő 500 méteres második döntőjében. Az érmek átadására felkérem Pető Zsolt urat, a Dunafer kajakkenő szakosztály vezetőjét. Az MK1 fiú kezdő 500 méteres számában a második döntőt nyerte Kovács Bendegúz Dunaferese. Második, Kis Dávid KDS-e. Harmadik, Pándi Róbert VVS-i. Negyedik, Takács Zsombor Tolna. Ötödik, Laca Zoltán Tolna. Hatodik, Potyondi Szabolcs Tolna. A versenyzőknek gratulálunk. Ünnepélyes eredményhirdetés következik. Az érmek átadására felkérem Hajdú Jónatán urat, négyszeres világbajnok kenusunkat. A 2014. évi Dunaferkupa kajakkenu verseny K1 férfi felnőtt 200 méteres döntőjét nyerte Vas Péter Dunafüred. Második, Kassai Álmos VHS-e. Harmadik, Csanádi Balázs VHS-e. A versenyzőknek gratuláljunk. A túloldalra át, az legyen az első. Eredményhirdetés következik. Az érmek átadására felkérem Hajdú Jonatán urat, négyszeres világbajnok kenusunkat. A 2014. évi Dunaferkupa kajakkenu verseny C1 férfi ifjúsági 200 méteres számát nyerte Némedi Konrád Dunafer Sport Egyesület. Második, Koleszár Zoltán, Atomerőmű Sport Egyesület. Harmadik, Török Aurél, Atomerőmű Sport Egyesület. A versenyzőknek gratulálunk. A Ferkupa kajakkenu verseny K1-i felnőtt 200 méteres számát nyerte Somogyi Szilvia MTK. Az
Zavardát a második Petőréka Dominika Dunaferreses kétezésére. Harmadik Seprényi Sára, Törökország. A versenyzőknek gratulálunk. Ünnepélyes eredményhirdetés következik. Az érmek átadására felkérem Hajdú Jonatán urat, négyszeres világbajnok kenusunkat. A 2014. évi Dunafer Kupa kajakkenu verseny K1 női ifjúsági 200 méteres számát nyerte Petőréka Dominika Dunafer Sport Egyesület. Második Fritz Anett Atomerőmű Sport Egyesület. Harmadik Kis Roberta Dunafer Sport Egyesület. A versenyzőknek gratulálunk. Cserjes Károly versenyzőt kérjük jöjjön a célba. Cserjes Károly versenyzőt kérjük jöjjön a célba. Egyes pályán. Győri. Ismertetem a K1 férfi gyermek 3x200 méteres váltójában a második döntő befutási sorrendjét. Első 7-es rajtszámmal Balin Máté, Nagy Raúl, Ezer Dávid Tolna. Második 2-es rajtszámmal Árva Bálint, Decsi Már, Sári Roland, Dunafer Sport Egyesület. Harmadik 4-es rajtszámmal Putoniec Vencel, Szegedi Kevin, Tóth Bálint, Fáldolosság. Kérem a versenyt! Ünnepélyes eredményhirdetés következik. Az érmek átadására felkérem Pető Zsolt urat, a Dunafer kajakkenu szakosztály vezetőjét. A 2014. évi Dunafer Kupa kajakkenu verseny MK1 férfi gyermek 3x200 méteres váltójában a második döntőt nyerte Bali Máté, Nagy Raúl, Ezer Dávid Tolna. Kérem, a C1-kör 3x200 méteres váltó döntőinek a résztvevőit álljanak be a rajtvonalra. C1-kő, kérem őket a rajtvonalra. Második, Árva Bálint, Decsi Márk, Sári, Roland, Dunaferese. Harmadik Putoniec Vencel, Szegedi Kevin, Tóth Bálint, HDS-e. A versenyzőknek gratulálunk. Mindenki tartja a hajóját és figyeli a társát. Amikor áthalad a félvonalon, akkor indulunk. Ötös hátrébb, hatos hátrébb. Hatos hátrébb!
most hátrébe vesz, megtartja a hajóját! Elve! Égyes hátrébe! Hátrébe! Hátrébe vesz! És hogyan ment el a bakatós? Kérem eredmény hirdetés az MC1 gyermek 3x200 méteres döntőjének a 2014. évi Dunafárkok a kajakkenu verseny MC1 gyermek 3x200 méteres váltóját nektek. Pála Balázs, Szőke Máté, Balázs Dávid, Krabok Rassz, Jöri Vizsgát egyesület. Ünnepélyes eredményhirdetés következik. Az érmek átadására felkérem Hajdú Jonatán urat, négyszeres világbajnokenusunkat. A 2014. évi Dunaferkupa kajakkenu verseny C1 kölyök 3x200 méteres váltóját nyerte Odnoga Martin, Radnóti Tamás, Jakab Soma, Gravo Plasz, Győri Vízisport Egyesület. Második Nagy Ivo Máté, Cserna Ákos, Nagy Gábor, Rácalmán Sport Egyesület. Harmadik Siska Dávid, Kollár Kristóf, Pető Ákos, Dunafer Sport Egyesület. A versenyzők meggratulálnak. Ünnepélyes eredményhirdetés következik. Az érmek átadására felkérem Pető Zsolt urat, a Dunafer kajakkenu szakosztály vezetőjét. A 2014. évi Dunaferkupa kajakkenu verseny K1 női kölyök 3x200 méteres váltóját nyerte Makádi Nikolett, Székely Dorka, Szellák Szavina, Dunafer Sport Egyesület. Második Vajtai Sára, Potonian Zsófia, vezér Panni, KDS-e. Harmadik Próder Anna, Szilágyi Dóra, Tokodi Anna, VVS-i. A versenyzőknek gratulálunk.
Harmadik Mónus Iván Szevet. Vántás! Vántás! Gyerünk! Évi Dunafair Kupa kajakkenu verseny MK1 férfi gyermek első évfolyam 2000 méteres számában az első döntőt nyerte Gáspár Levente, Dunafair Sport Egyesület. Második Potoniek Vencel KDS-e. Harmadik, Lengyel Marcell, BVS-i. Bravo, Marci! Negyedik, Varga Gergő, BVS-i. Bravo, Gergő!
Ötödik, Marosi Gergely, Dunaszüred. Következik. Az érmek átadására felkérem az Eurosof képviseletében Petőné Parádi Juditot. A 2014. évi Dunafair Kupa kajakkenu verseny MK1 férfi gyermek első évfolyam 2000 méteres számában a második döntőt Halász Márton VVSI prokreáció versenyzője nyerte. Második, Nagy Raúl Tolna. Bravo, szép volt! Harmadik, Orisek Milán, VVS-i pro rekreáció. Bravo! Negyedik, Menyhárt Hunor, Stihe. Ötödik, Kós Marcell, Dunafair Sport Egyesület. Hatodik, Béd Imre, VVS-i Pórekreáció. A versenyzőknek gratulálunk!